Kína éves gyógynövény és egyéb tradicionális medicinához való alapanyag termelése 48 milliárd amerikai dollár, amiből csak 3,6 milliárd dollárt exportál, a termelésének az egytizedét se. Ezzel együtt Kína a legnagyobb gyártója és exportőre a tradicionális medicina alapanyagainak a világon. A kínaiak úgy vélik, hogy a világ egyetlen egység, és mozgásából a yin és a yang, a két fő ellentétes aspektus jön létre, azonban a yin és a yang nem abszolút, hanem relatív. A yin és yang úgy változik, hogy amikor a yang csökken, akkor a yin emelkedik, és fordítva, a yin és a yang egyensúlyának megteremtése, ezen energiák megfelelő kialakítása, fenntartása és keringése elengedhetetlen az egészséghez. Amikor a két energia összhangja megbomlik, betegség alakul ki. A TCM, azaz tradicionális kínai medicina ezekkel foglalkozik. A Covid elején megismert Tedros, a WHO etióp származású vezére ismét dobott egy nagyot. Emlékszünk rá? Tedros annak idején, nem is nagyon titkoltan, Kína szekerét tolta, ami összefüggésben állhat az Etiópiába érkező kínai befektetésekkel. Számos helyről megkapta, hogy Kína bábja. Erről a témáról volt több korábbi videó is, és ezekre a sztorikra most érdemes emlékezni, mielőtt ránézünk, hogy mi is történt a közelmúltban a WHO házatáján. Az Egészségügyi Világszervezet nemrégiben arra szólította fel a világ országait, hogy integrálják, fogadják be nemzeti egészségügyi rendszereikbe a hagyományos és alternatív orvoslást. A hagyományos orvoslás óriási mértékben hozzájárul az emberi egészséghez, és óriási lehetőségek rejlenek benne, mondta Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO hagyományos orvoslás első globális csúcs találkozóján Indiában, mert egyébként maga a WHO szervezett. Ez még valahogy elfogadható lenne elviekben, azonban történt egy kis malőr. A WHO hivatalos Twitter lapján közzétett információ ezzel kapcsolatban így nézett ki. Akupunktúra, ajurvéda, herbálmedicina, homeopátia, naturopátia, oszteopátia, tradicionális kínai medicina és unani medicina. Számos szakembernél ez kiverte a biztosítékot, és például ilyeneket válaszoltak. A homeopátia, az oszteopátia és a természetgyógyászat nem hagyományos orvoslás, hanem áltudomány, mivel olyan országokban és időben találták ki, ahol amikor a modern tudomány már kialakult. Hát nyilván össze van a WHO kavarodva a definíciókkal. Ezzel együtt olyan WHO-s módon előadták a céljaikat ezzel kapcsolatban. Munkánknak az a célja, hogy bizonyítékokat és tudományos értékelést kerítsünk hagyományos orvoslás köré, hogy világszerte több millió ember, aki ilyet használ, megértse, hogy biztonságos-e és hatékony-e a terápia. Ha tudományosan igazolják, a hagyományos orvoslás képes áthidalni a gyógyításhoz való hozzáférés hiányosságait milliók számára világszerte. Ez rettentő szép, de vannak bajok. Túl azon, hogy belevettek olyan módszereket, ugye, mint például a homeopátia, amelyekről rég egyetértés van, hogy értelmetlenek és tudománytalanok, vajon ki fogja a WHO szerint végezni ezeket a vizsgálatokat? Nyilván a kínai tradicionális gyógyászatot nem valami indiai csoport kutatja majd, hiszen épp lövésük nincs róla. Ha pedig olyan kínaiak vizsgálják majd, akiknek gyakorlati tapasztalatuk van ezekkel a módszerekkel, azoknak meg mennyire lehet hinni? Esetleg kiderítik, hogy amivel egyébként saját maguk napi szinten dolgoznak, a smafu. Hogy a kínai tradicionális medicina alkalmaként hatástalan, esetleg néha picit veszélyes is. Hát, hogy értsük a problémát, el kell mennünk egy ilyen kínai tradicionális orvosláshoz anyagokat áruló kínai patikába, vagy herbáriába, vagy hogy hívják. Szingapúrban egy ilyet kerestem fel, az egyébként igen kedves tulajdonossal történt beszélgetés számos kérdőjelet vetett fel. Kind of insect called Keiko. It's good for skin disease,
good for asthma, and also it helps to strengthen your back. But you need to mix some mix with some other Chinese herb, yeah, together as a combination. Then you boil it as a soup or as a tea, and you drink it. You don't eat them. Yeah. So it's gecko. Yeah, gecko. Yes. Uh-huh. Mm. The big one you can hear at night. Yes, right. Ah. Actually, it's a kind of lizard, big lizard. Yeah, yes. It's a kind of lizard. Uh-huh. Yes. What other products do you have? Some interesting. Herbal soup. Strengthen your energy, give you more energy, strengthen your immune system. Uh-huh. Yeah, give you good health, maintain a youth, young. And I see these mushrooms. These are Japanese mushrooms. Shiitake. Yeah, shiitake is for cooking. What is it good for? Oh, it's just for cooking. Just for cooking. Yeah, just for cooking. Yeah. Uh-huh. And do you have something like something like ginseng? Bird nest? Yeah, bird nest. We have bird nest. Bird nest is from Indonesia. From Indonesia? Yeah. Yeah, it's good for keep you young, give you more collagen, and also good for the lungs. And like a box like this, how much? A box like this is 500 grams, is around 1,950. So it's almost 2,000 Singapore dollars. Yes, 500 grams, yes. It's quite expensive. Yeah, because it's from natural, it's from the cave. Uh-huh. Yeah, it's from the cave. Uh-huh. Yes. So this is from the birds? Yeah, from the birds. In Indonesia? Yeah, from Indonesia. Uh-huh. Wow. Right. Okay. And that is ginger? China ginseng. Ginseng, yeah. Ginseng. Yeah. Yeah. Uh-huh. It's good for the stamina, to keep you good health, to give you more energy. Yeah. Yeah. Right. Like good health and energy, like you. Yes. Is this your shop? Yeah. Yes. Okay. Yes. Fantastic. Are you pharmacist? These are fish stomach. Fish stomach. Yeah. What is that good for? Fish stomach is good for some people. They got asthma, they cough, they got weak lungs. This is very good. Oh. But of course, you need to mix with some other herbs. So for example, during COVID, it helped people, this one? Yes. Uh-huh. Also good for the collagen, for the knee. Sometimes knee, you got no collagen, provide more. Yes. Mm-hmm. Right. Wow. Some of these tree bark, yeah, it strengthen your back. What is this? It's a plant? It's a tree bark. Tree bark. Yeah. Uh-huh. Strengthen your back, Where is this tree growing? Usually Chinese herb is from China. From China? Yeah, from China, mm-hmm. Yes, right. Mm-hmm. Amazing. Yes. Amazing. What is that black thing over there? Oh, this is kind of dried fruits. It's good for sore throat, for cough. Uh-huh. Yeah, sometimes the weather is too hot, too heaty. To get rid of your heat from your body. Uh-huh. Yeah, you just boil them, you rinse it and you smash it. Yeah, then you boil. Fantastic. Yeah, right. Thank you so much. Remember, you want good grade, you need to buy from Australia. Australia is better. Uh-huh. Yeah, Indonesia also have. But this one is from where? This is from Indonesia. This is from Australia. Australia. Yeah. And when you soak it, you expand to very big. And almost you make food? Times. You make food? No, usually you make food and you stew with mushroom. It's a very nice dish. Oh. Expensive and nice. How much is 1 kilo? 1 kilo is 680. 600 Sing dollars? Yeah, $680. Oh, $680. Yeah. Uh-huh. So still the bird nest is more expensive? Yeah, still. There are some other more expensive things. Yeah. Okay. Thank you very much. Welcome. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Nos, túl azon, hogy miféle finoman szólva is meghökkentő dolgokat árulnak ezeken a helyeken, nekem szembeötlő volt, hogy milyen felületes általánosságokban beszélt a portékákról a tulajdonos. Ez jó hátat erősíteni, ez a gyenge tüdőre való, ez jó asztmára, tért porcra, ez megerősít. A mutatott holmik ugyan be voltak csomagolva, tehát ki tudja, mivel voltak szennyezve. Az is érdekes volt látni, hogy a korábbi videókban mutatott fecskefészek tenyésztő épületek sztoria igaz, bár Szingapúrba érve már nem betonházakból, hanem barlangból származik a fecskefészek. Ez jobban hangzik. Az ár is stimmelt, Szingapúrba érve már 1 millió forint a szárított fecskenyál kilója. Egy másik videóban mutatott tengeri uborka is megjelent a polcokon. Annak csak 185 000 forint volt a kilója.
ezt akarja Tedros a világon széles körben elérhetővé tenni, sőt, vegyék be az országok támogatott listába. És akkor az olyan kínaiak által kedvelt gyógyanyagokról még nem is beszéltünk, mint a kipusztulás szélére hajtott rinocérosznak a szarva, vagy a hasonlóan megtizedelt tobzoska. De tegyük föl, hogy a megfelelő kínai szakemberek tudományosan bevizsgálták ezeket az anyagokat külön-külön, megállapítják a hatékonyságukat és biztonságosságukat, ahogy a WHO elképzelései között szerepel. Akkor is ott marad egy kérdés. Ki fogja mindezt fizetni? Ki fog ennyiféle különböző anyagra és betegség indikációra megfelelő kutatást finanszírozni? Hát gondolom a kínai tradicionális medicinát meg Kína fogja vizsgálatok alá vonni, hiszen ehhez főleg ott értenek meg neki az érdeke. Igaz ugyan, hogy a szintén hatalmas mennyiségben előállított táplálék kiegészítő és vitamin alapanyagokat se vizsgálják be, hanem tonnaszám szállítják a világ minden részére, hogy aztán helyileg szintén nem szabályozott kapszulagyártás alapanyagaivá váljanak. De ez egy másik téma, most maradjunk csak ezeknél a hagyományos kínai medicináknál. Kinek az érdeke ez az egész? Miért éppen ennek állt neki Tedros barátunk, nincs fontosabb dolog mostanában? Hát a válasz elég egyszerű. Valószínűleg Tedros már korábban is baráti szálakon bábuként mozgató Kína érdeke ez. Nem csak azért, mert lehetősége nyílik ezeknek a holmiknek a világpiacra juttatására, hanem ezáltal egyfajta befolyást is tud szerezni a különféle országok egészségügyében. Ez egy kiskapu, amin Kína bebújhat. Azokon a helyeken, ahol nagyobb számú kínai él, mint Szingapur vagy Malajzia, már helyben vannak és árulják ezeket a holmikat, ahogy láthattuk. Nagyon exakt tudomány nincs ezek körül. Megfoghatatlan, számukra gyakran érthetetlen bajokra javasolnak különböző furcsa dolgokat. A kormányok újfajta nyomás alá fognak kerülni, különféle alternatív gyógyászatok emberei a WHO által felbuzdulva el fognak kezdeni lobbizni azon, hogy a módszereiket fogadják be, sőt adott esetben a biztosítók anyagi támogatást is adjanak melléje, mint ahogy a gyógyszerek esetében szokás. És természetesen ez a szituáció lehetőséget adhat arra is, hogy mindenféle más áltudományos módszer is beálljon a sorba, esetleg újjal mutogatva a kínai tradicionális készítményekre, hogy lám-lám, azoknak se nagyon van bebizonyítva a hatékonyság, aztán mégis társadalombiztosítási támogatásban részesülnek. Nyilván ezt most kisarkítottam, de valami ilyesmi nyugodtan elképzelhető, és ha nem lesz elég masszív ezeknek a kínai szereknek a bevizsgálása, akkor bármi egyéb módszer is megjelenhet, mondván, hogy semmi különset, csak ugyanazt az elvárást akarják, amit a kínai készítmények megkapnak. És akkor Indiáról még nem is beszéltünk. Hogyha látni szeretnéd a videót, amelyben a fecskefészek termelést mutattam meg, itt megnézheted, itt lent pedig a tengeri uborkás videó van. Köszönöm szépen a figyelmet, jó éjszakát!